égességét őrizne. Szentel meg azokat, kik házad égességét szereti. Ezt viszont dicsőíts meg őket, Isten előtted, és ne hagyj el minket, képen nem bízunk. Ajándékozz békességet az a világunknak, egyházainak, papjainak, hazánknak és minden népednek. Mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled a világosság atyától. És téged dicsőítünk, imádunk és neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön. Thank you.
nyugodtan, igen. Sejthető, hogy egy kicsit hosszabb leszek, mint egyébként, ugyanis nagyon nagy nap ez a mai, ahogy Püspök atya már kiemelte, és nagyon sokan, akik itt vagyunk, tudjuk, milyen sok szempontból nagy ez a mai nap. Nagyon jól tudjuk, hogy mennyi mindenért és mindenkinek kell hálásnak lennünk, köszönettel lennünk, hogy ha itt lehetünk, hogy a szépen felújított templomunkban dicsérhetjük az Isten, mutathatjuk be az áldozatot neki. Mindenek előtt természetesen jó Istennek vagyunk hálásak, azért, hogy adott nekünk erőt, adott energiát, adott jó szándékú embereket, adott egészséget akkor, amikor nagyon-nagyon kellett, vigyázott abban az egy-egy centiben, amiben mindannyian tudjuk, hogy mire gondolok, amiben ott volt, hogy még itt lehetek, mert nem sok hia volt, hogy nem. Szóval az Istennek nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy megtehettük ezt. Az Isten után a köszönetünk Püspök atya felé irányul, ugyanis nagyon jól tudom, hogy az egyházmegyének a gazdasági helyzetében mennyire nem egyszerű egyéb templom felújítására áldozni, de megkaptuk, amire nagyon szükségünk volt. Reméljük, hogy érvényes lesz az a szentírási mondat, hogy aki kér, az ugye, az kap, meg a másik is, hogy akinek adtak, annak még adnak, mert hát fogjuk itt még vinni. De nagyon-nagyon szépen köszönöm az egész közösségünknek a nevében, mert jól tudom, hogy a jó szándéka, a hozzájárulás, az engedélye nélkül más támogatásra se lehetne volna még. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük. Egy éltetése szerintem álljunk fel, egyébként is a kulcsok úgy illik, és itt ne én adjam, hanem az egyházközségünk egyik tagja, a Püspök atyának hálánk jeléről a virágot. Isten szerető Fülöp püspökünknek, adjon békességet, egészséget és áldást, számos boldog élet Amen.
Folytatom, és most már gyorsabb leszek egy kicsit. Nagyon köszönöm Kis Andris barátomnak, aki nagy szerényen nem ért ide előre, mert ő is közben jár sokat, hogy ezt az összeget egyébként hangozzon el. Tehát az első ütemben 2,5, a második ütemben 7 millió forintot kaptunk a minisztériumtól, ezt nagyon köszönjük rá a kormánynak. Nagyon köszönöm Római Katolikus Egyháznak a hozzájárulását, örülök, hogy Tamás atya velünk ünnepel, hiszen ők is hozzájárultak egy komoly összeggel, hogy épülhessen a templom. Természetesen az eddigieknek megfelelően ezután is a Római Katolikus miséket a templomunkban fogja ünnepelni a Római Katolikus Közösség. Várunk titeket, és köszönöm. Nagyon köszönöm a Református Egyházközségnek, akinek a képviselője Józsi is itt van, hál' Istennek. Azért, mert befogadtak minket, amíg újítottuk a templomot, ugye ez egy egyedülálló dolog volt a közösségünkben, hogy a református templomban végeztük a liturgiánkat, ez szinte kézenfekvő volt, ő azt mondta, de nem mindenütt olyan kézenfekvő ez, úgyhogy nagyon köszönöm neked és az egész közösségednek, hogy ezt meg tudtuk tenni. Nagyon köszönöm Orha József unokatestvéremnek, nagyon jó barátomnak, hogy a segítségünkre volt a hittanteremnek az acélvázá, ők készítették a cége, illetve ők ajánlották fel. Sajnos most nem tud itt lenni, de köszönöm neki nagyon, hogy ebben segített. Köszönöm az önkormányzati képviselőtestületnek, hogy szintén a segítségünkre volt a templom előtti térnek a kialakítása, most az ő segítségükkel valósult meg, tehát a képviselőknek és Dubai László polgármester úrnak nagyon köszönöm, hogy ez így lehetett. Meg kell említenem, bár képviselőjük nincs jelen, de az Admonti Szerzetes Közösség, a Gráci Egyházmegye és a Linci Egyházmegye, ahonnan kaptam támogatást a templom felújítására tőlük, tehát nekik is nagyon szépen köszönöm, természetesen ez más módon is megtörtént és meg fog még történni. Köszönöm Kis László tanárnak, Mozsika Zeneiskolának a vezetőjének, szintén nagyban támogatott minket. Nagyon köszönöm Rácz Lusi barátomnak, a Rácztüzéknek a vezetőjének, hogy az anyagoknak egyáltalán a szállításában és egy jó álmodásában nagy-nagy segítségünkre volt. Köszönöm ezt neked nagyon. És ha az összegeknél járunk, akkor a hívek támogatását természetesen nem szabad elhallgatni. Nagyon sokan szépen járultak hozzá a felújításhoz. Én ezt mindig is mondtam, ugye, amit lehet, én megteszek, hogy sok pénzt összehozzak, hiszen ugye ebben az ütemben, ebben az évben nagyjából 15 millió forintot használtunk fel a templom felújítására, de ehhez kellett a híveknek a támogatása is. Nagyon köszönöm mindenkinek a jólelkű adományát. Itt érek rá az építőkre, akik nagy-nagy segítségemre voltak, akik néha fogták a fejüket az ötleteimtől, meg attól, amit itt csinálni kellett, de nagyon köszönöm mindenkinek a türelmét, az áldozatos munkáját, azt, hogy mindenki, ha lehet, még jobban odafigyelt arra, amit próbálik megvalósítani, mert ugye itt nem csak egyszerűen egy lakóházat építünk vagy újítunk fel, hanem az Istennek a házát is. Én ezt mindenkinél éreztem, nagyon, nagyon őszintén. A köszönet mindenek előtt a bátyámat Petit illeti meg, és az ő brigádját, ugyanis megint csak mindenki tudja, hogy az itt lévő munkán így nem készültek volna el, ha te nem állsz így mellette. Azzal a lelkiismeretességgel és óriási szaktudással, amivel itt minden mehet, ez pótolhatatlan, tehát egy papnak így felújítani, hogy közben tudhatja, hogy minden a helyén lesz, még jobban, mint ahogy én akarom, meg gondolom, ez egy óriási valam. Nagyon köszönöm neked, hogy sok-sok időt rászántál arra és energiát, hogy itt minden úgy nézen ki, ahogy kinéz, és természetesen a fiaimnak is, akik hát sokszor rám dolgoztak, én ezt nagyon jól tudom. Zajász Jóska bácsi a következő köszönet, aki mindenféle asztalos munkát végzett. Ugye tetszenek látni az ablakoknak a kialakítása, például az egy új dolog volt, ugye a hittanteremnek a nyílászárói, és még az oltár, és még egy számtalan részlet, amit Jóska bácsi nagyon lelkiismeretesen és szépen végzett el. Sajnos ő sincs itt közöttünk, kívánjuk, hogy ő maga is és a felesége is minél jobb egészségben lángassuk őket viszont. Következő Tóth Picsu barátom és a testvére Csabi, akik, ha azt mondom, hogy fogták néha a fejüket, amikor itt villamos dolgokról volt szó, akkor azért voltak ötletek, mert voltak nehézségek, de mindent átvilaltak és gyönyörűen megcsináltak. Köszönöm! Rudany Zoltán barátom, aki a festést intézte az egész templomban. Sokan vannak, akik bejönnek és a díszítő festést meglát, azt kérdezik, hogy ki volt az a művész, aki ezt kivitelezte.
valóban művészi szinten van, de Zorinak a hozzáállása, szintén a lelkiismeretessége és a szaktudása volt a segítségünkre abban, hogy ez így nézhessen ki, nagyon szép lett. Soltész Györgynek nagyon szépen köszönöm a sok-sok földmunkán, aminek egy részét adományban, más részét pedig jó áron igyekezett nekünk készíteni. Köszönöm! Bálint András, szintén a földmunkában volt segítségünkre. Köszönöm! Darabos Attila és brigádja mindenféle gipszkartont készített nekünk. Pál Feri, szintén egy unokatestvérem, aki a gázszerelésben. Varga István barátunk és Tóth Géza barátunk, aki acélokban volt a segítségünkre. Vitáli Zolék, akik a fákat kiírtották a templom körül, amikor kiderült, hogy mi azt nem tudjuk megcsinálni. Itt említem meg Asztalos Laci bácsit, aki a közmunkásokat fáradhatatlanul irányítva a templom környékét így szépé tette. Mindazoknak, akik az egyházközségben iszonyatosan sokat segítettek, Püspök atya is említette a prédikációban. Én ezt mindig mondtam, hogy nagyon sokan vannak, akik újabb és újabb ezreseket nem tudnak.